Egy születésnapi buliról rabolt el a kislányt a 28 éves VR. Az eset kapcsán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a belügyminisztérium. Noća se dogodio stravičan zločin, kada je trogodišnja devojčica prvo silovana, a potom izverski ubijena. Policija je uhapsila lice VR 1988. godište, za koga se sumnja da izvrši ovo teško krivično delo, odnosno ubistvo, i njemu je određena mera zadržavanja do 48 sati. A szülők, amint észrevették kislányuk eltűnését, azonnal értesítették a rendőrséget, és keresni kezdték gyermeküket. Policija je noćas negde oko 21.30 zaprimila prijavu majke nesrećne devojčice koja je prijavila njen nestanak. Zapravo devojčica se nalazila na rođendanu u komšiluku. Policija je odmah započela potragu za detetom, ali i za osumnjičenim VR za koga su gosti na rođendanu izrazili sumnju da je mogući izvršilac krivičnog dela jer ga nije bilo na licu mesta kada je i devojčica nestala. Nepunih sat vremena kasnije policija je pronašla osumnjičenog, a nakon saslušanja u prisustvu policijskih službenika i tužioca lice je priznalo ovaj težak zločin. Ezt követően a gyanúsított elvezette a rendőröket oda, ahova elrejtette a holttestet. A tett helyszíne 6-700 méterre volt a háztól, ahol az ünnepséget tartották. A rendőrállomás előtt összegyűlt helyiek meg akarták lincselni a gyilkost. A rendőrség alig tudta elszállítani a feldődött tömegtől.